Fergeteges hangulatú táncházat szervezett a Pápai Művelődés Történeti Társaság a Pápai Református Kollégium gimnáziumával és művészeti szakgimnáziumával közösen. A program érdekessége az volt, hogy ezúttal olyan fiatalokat invitáltak az alkalomra, akik ezen a találkozón ismerkedtek a néptánccal. A rendezvényen élőzenei kísérettel tanulhatták a lépéseket a résztvevők. Úgyhogy nagyon kell figyelni a zenére, mindenre. Na, hajrá, próbáljuk ki! A Pápai Művelődés Történeti Társaság egy népfőiskolai kezdeményezés elindításán dolgozik. Ennek számos eleme lesz a tervek szerint, de az egyik fontos célkitűzés, hogy a fiatalokhoz közelebb vigyék a néphagyományukat. Talán ezek közül a legegyszerűbb a néptánc, a táncház hagyományának a felelevenítése. Ebben dolgozunk most együtt a református kollégiummal. Ugye Pápán mindig is voltak néptánc találkozók, táncházak, tehát olyan alkalmak, ahol részt vehettek az érdeklődők. Mi azt gondoltunk, hogy egy olyan alkalmat szervezünk, ami elsősorban középiskolásoknak szól, és elsősorban olyanoknak, akik eddig még nem nagyon táncoltak. Mert hogy fontos az, hogy megtapasztalja valaki fiatal korban, hogy milyen érzés az, amikor a saját korosztályával közösen megtanulhat egy ilyen táncot, esetleg énekelhet is, esetleg népi játékokat is játszhat, esetleg meg is ismerkedhet olyanokkal, akikkel addig még nem találkozott a városból. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen közösségi alkalommá válik, és ha tetszik a gyerekeknek, akkor ebből akár sorozatot is szervezhetünk majd. A táncokat Kondics Gergely néptáncpedagógus tanította a tűrös, közgázos fiataloknak, és a refis táncosok is segítették a kezdőket. 1972 óta ugye már van táncház, és az elején csak oktatós táncházak mentek, mert ugye nem tudtak improvizálni az emberek, aztán szépen fejlődött a táncház mozgalom, ha mondhatjuk így, és meg tudtak improvizálni, és akkor ez lett belőle, hogy elmegyünk, és akkor szól a zene, meg mindenki tud táncolni. De mindig van olyan, hogy oktatósdi a táncház, főleg mondjuk Budapesten, mert ugye ott több a létszám, és ott mindig megtartották ezt, hogy oktatások vannak. Különböző időközönként különböző anyagokkal foglalkoznak. Itt egy ilyen szélesebb skálán most így belekóstolunk több mindenbe, de inkább az oktatás lesz igen a hangsúly. Persze majd azért biztos lesz olyan pillanat, hogy ketté válunk, és aki tud ilyet táncolni, ő majd élvezi, hogy tud ilyet táncolni, aki nem, az pedig élvezi, hogy még nem. Polgári táncokat fogunk inkább az elején táncolni, ezeket az apozsonyi sétatér, meg ilyesmi, ezek egy könnyebben elsajátítható, de mégis bulis táncok, jó dallamokkal, jó énekekkel. Aztán persze fogunk kicsit a Dunántúlon így elkalandozni, mondjuk talán Somogy fele, mert én azt szeretem. Aztán általában pedig nem szeretik, mert fárasztó, viszont Erdélybe is bele kell kóstolni, mert a táncházaknak azért mégiscsak egy kiinduló pontja volt Erdély, mert ugye székből indult ki ez az egész ötlet. Ugye kimentek és látták, hogy ott élőzenére mindenki tudott táncolni, hát ezt próbáljuk meg itthon is, és akkor ehhez azért vissza fogunk kapcsolódni itt az erdélytáncokhoz.
Akkor itt is élő zene lesz, ugye? Igen, itt is élő zene lesz. A Rigó Marci barátom és zenekara jön. Hát ugye ez egy hétköznapi alkalom, azért a zenészek általában a tanárok is, úgyhogy így összeszeregették egymást szanaszét az országból, de most a Rigó Marciék tudtak eljönni. Nagyon más lesz az, hogy van három ember, aki nagyon figyeli a táncosokat, és hogy mire kell figyelni. Ugye régebben azt is tudták a faluban a zenészek, hogy most jött a kis Pista bácsi, és akkor ez az ő kedvenc dallama, akkor ő kedvenc dallamát fogom húzni. Ja, és utána mondja a Nagy János, én akkor az ő kedvenc dallamát. Hát ezt azért valamennyire visszahozza egy ilyen élőzenei hangulatos buli, és hát ez azért nagyba hozzásegít ahhoz, hogy élvezhető legyen a táncház. Egyrészt annak, aki még nem látott ilyet, annak új, aki meg látott, az meg úgyis megszerette, úgyhogy ez így működik jól. A táncház nem várt siker volt. Az első pár perc után már mindenki felszabadultan énekelt és próbálta a lépéseket. Fontos célja volt a programnak, hogy elindítson egy kezdeményezést, ahol közösségben jól érzik magukat a fiatalok. Harmincegy éven át volt a Kemenes Hőgyészi és Magyar Gencsi Evangélikus Gyülekezet lelkésze Szakál Árpád. A tiszteletes halálának 5. évfordulóján a gyülekezet tagjai hálaadó Isten tisztelettel, emléktáblaavatással és emlékfaültetéssel emlékeztek meg néhai lelkipásztorukról a Kemenes Hőgyészi Evangélikus templomban. Szakál Árpád evangélikus lelkész 1966 és 1997 között szolgált Kemenes Hőgyészen és Magyar Gencsen. 31 éven keresztül volt a gyülekezet lelki vezetője. Az ige hirdetés és tanítás mellett feleségével, Stengel Máriával örömmel végezték a családlátogatásokat a településeken. Nyugdíjazását követően Nagykanizsán éltek, Szakál Árpád 2013-ban hunyt el. Halálának 5. évfordulóján a Kemenes Hőgyészi és Magyar Gencsi gyülekezet hálaadó Isten tisztelettel emlékezett meg egykori lelki pásztoráról. Egy koromfekete hajú, csupa szív bácsi, aki Mária nénivel együtt úgy szerette ezt a gyülekezetet, bár ők sem idevalósiak, ők is úgy csöppentek ide annak idején a fiatalabb korukban. Nagyon nehéz életet éltek, nagyon sok megpróbáltatásban volt részük, és nagyon nagy derűvel és mindenkit hordozó és átölelő szeretettel éltek itt. Ezen kívül Árpád bácsinak az ige hirdetése nagyon igényes, és Krisztusról szóló volt. Úgy, hogy ezt az itteni emberek életébe csodálatosan beleillesztette. Az Isten tiszteletet Pablényi Edina, a településen jelenleg is szolgáló lelkész, és Sermon Gábor szakál tisztelendő utóda tartotta. A jelenleg Tatabányán szolgáló lelkész nagy szeretettel emlékezett vissza a Kemenes Hőgyészi időkre, Árpád bácsira és a tőle kapott útravalóra. Igyekeztem folytatni azokat a hagyományokat, átvenni, követni, amelyek itt Árpád bácsiék idején, illetve még korábbról itt éltek. Természetesen voltak olyan dolgok, amelyekben változtattunk értelemszerűen, mert utánozni nem tudjuk egymást, hanem követni azokban a dolgokban, amelyeket nemesnek és célszerűnek tartunk. Mivel egy más ember, más környezet, más személyiség voltam, így értelemszerűen volt, ami más volt, ebből születtek konfliktusok is.
természetesen, de az a jó levegő, átvitt és szószoros értelmében egyaránt, ami itt volt, az ezeket nagyon jól segített megoldani és jól átélni. Árpád bácsit és Mária nénit nagy szeretettel fogadta a falu közössége, nem csak az evangélikus testvérek, de a más felekezethez tartozók is megbecsülték őket. Kemenes hügyészen díszpolgárra is választották Szakál Árpádot. A helyi gazdáktól kitanulta a szőlőművelés tudományát, az istentisztelet ige hirdetésén ezt az emléket is megidézték. Árpád bácsi szőlőmetsző bölcsessége, amit annak idején 1966-ban a Kemenes hügyészi gazdáktól kapott, és aztán, amit 1997-ben nekem továbbadott, az ő szőlőmetsző bölcsessége nagyon egyszerű volt. Azt mondták neki az akkori öregek, itt Kemenes hügyészen: tiszteletes úr, maga tanult ember, tud kettőig számolni. Számolj. Egy, kettő. Na és ott vágja. Ez volt az ő szőlőmetsző bölcsesség. Számolj kettőig, és ott vágj. Az fog teremni, ami ott marad, és a tőre hagyatkozik. Számolj kettőig. Köszönöm szépen a leckét az Úristennek, Árpád bácsinak és a Kemenes hügyészi öreg gazdáknak. A megemlékezésen részt vett Szakál Árpád lánya és családja is, aki meghatódva fogadta az ünnepi alkalom ötletét, és az Isten tiszteleten is könnyeivel küszködve adta át az édesapja fényképét a Kemenes hügyészi és Magyar Gencsi gyülekezet számára, megköszönve azt a sok jót, amit a családjuk kapott. Nagyon szerették őket itt. Sok-sok emlék fűződik ahhoz, meg élmény, amilyen szeretettel itt fogadták őket annak idején, 66-ban, mikor ide kerültünk, és abban 31 évben tényleg, hogy annyi jó emléket tudok én is őrizni arról az időszakról, és hogy annyian szerették és tisztelték őket. Úgy gondolom, édesapám még is nagyon szerették a gyülekezetek tagjait, mindenkivel nagyon jól megtalálták a hangot, és ez tükröződött nap mint nap. Nem csak a gyülekezeti alkalmakkor, hanem a hétköznapi életben is. Tényleg, ugye a falu vezetése, a gyülekezet, meg nem csak az evangélikusok, hanem még a katolikus hívek is nagyon-nagyon nagy tisztelettel voltak iránta. Ez látszott abból is, amikor azon a búcsúisten tiszteleten 97. júniusban, hogy tele volt a templom, és nem csak az evangélikusok, hanem tényleg a falu majdnem minden lakója itt volt, és elköszöntek tőlük. Hát az, hogy 5 éve szegény elment, édesanyám még több mint 1 éve utána, ez nagyon fájó nekünk, nagyon hiányoznak a gyerekeimnek is, unokáimnak is, de hát az életrendje ez. Jó Isten így akarta, sokáig lehettek velünk, hála Isten, aránylag jó egészségbe, de hát ebbe bele kell nyugodnunk. Jó Istenre bíztuk őket akkor is, és most is. Az ünnepi alkalomra a gyermekek műsorral is készültek, versekkel és furulya dallamokkal töltötték meg a templomot. Az Isten tisztelet keretében egy emléktáblát avattak fel a templom bejáratánál Szakál Árpád tiszteletére, majd a felügyelői köszöntések során újra megidézték Árpád bácsi alakját, a közös hittanórák gyülekezeti alkalmak emlékét.
Szakár Árpád lelkész úr 1966-tól 1997-ig szolgált gyülekezetünkben. A név hallatán mindenkiben sok-sok emlék, történet, anekdóta elmerik fel vele kapcsolatosan. Engedjék meg, hogy megosszak önökkel néhányat. Gyülekezetünkben való érkezésük után én voltam az első gyermek, akit a keresztségben részesítettek ő és kedves felesége. Ezért is öröm számomra, hogy én fejezhetem ki tiszteletemet lelkész úr családja felé. Hittanórákon próbálta velünk megértetni, hogy Istennek terve van velünk, boldoggá akar tenni, és szerepet ad a világot építő, gazdagító munkájában. Megtudtuk tőle, hogy az Istennel való közösségre hivattunk el arra, hogy vele éljünk, éljük az életünket. Ez a közösség teremti meg az emberek közötti igazi, mély, maradandó szeretet alapjait. Elvetette bennünk a magot, amely Isten csodás szeretetében bontakozik ki, hitből cselekszik, és a Szentlélek munkálkodik benne. Hiszem, hogy Isten lelke és Árpi bácsi lelke is jelen van most közöttünk, és jelenlétét átlehet élni imádságban, igében, szentségekben, gyülekezeti életben. Rávilágított bennünket arra, hogy az élő Úr mindannyiunk szívében szállást keres magának, és ahová beköltözik, oda fényt, reményt visz magával. Olyan reménységet, amely betölti az egész életünket, tudom, hogy a szálak, amelyek szeretteinkkel összefűznek minket, azért szakadnak el, hogy is teljeskössenek. Emlékezzünk most Árpi bácsira, aki vállalta emberlétünk fájdalmasan szép küzdelmeit, aki megharcolta az élet harcát, akinek Isten volt a hit, remény és a szeretet. A megemlékezést követően, mivel a tisztelendő úr és családja nagy szeretettel gondozta a parókia kertjét, egy emlékfát ültettek a templomkertben. A megemlékezés szeretett vendégséggel és közös beszélgetéssel zárult a parókián. Ismét számos riporttal jelentkezik a Kilépő, a Városi Televízió ifjúsági műsora. A középiskolás stáb ellátogatott a Lupó K9 kutyaiskolába, ahol épp a kölyök kutyusok csapata tanulta, hogy a gazdi a főnök. A refiben kétszer is járt a Kilépő, hiszen a Játszma elnevezésű országos versenyben ismét első lett a pápai csapat, és az iskola vendégül látott egy francia csoportot is. A tűrös diákok katasztrófa védelmi versenyt nyertek, velük a tűzoltóságon beszélgetett a kilépős riporter. Sziasztok, ez itt az áprilisi kilépő. Egy nagyon menő helyszínről jelentkezünk, egy kutyaiskolából. Tartsatok velünk, hogy megtudjátok, hogyan kell bánni a kutyusokkal. Hogy ezt a szakmát választottad? Hát én 15 éve vagyok kutyás. Ugye én határőrségnél kezdtem kutyavezetőként, most már itt dolgozok pápán. És mindig is vonzottak a kutyák, és amikor ebbe belekerültem 15 évvel ezelőtt, akkor azt mondtam, hogy nekem ez lesz az életcélom. És hála Istennek a munkám, a hobbim a munkám, ahogy szokták mondani, és nagyon jó kutyákkal dolgozni. Miért jó kutyaiskolába járni? Én úgy gondolom, hogy minden kutyának is, ahogy az embereknek is, ugye társaságra van szükségük, és kutyák csak kutyak társaságba érzik magukat igazán jól, egyrészt ezért, másrészt pedig a gazdáknak könnyítjük meg az életét, harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb életet tudnak élni a kutyájukkal, az itt tanultakat elsajátítva. Milyen feladatokat csinálnak most éppen? Jelenleg az engedelmességi munkának az alapozásán túl már az ültetés, fektetés, most jelenleg kicsit majd a porázon vezetésbe fogunk belekezdeni, tehát engedelmes munka van először, majd ha ezekkel végzünk, akkor megyünk át az akadálypályára velük. Milyen rendszerességgel kell kutyaiskolába járni? Hát nálunk heti két alkalom van, péntek és vasárnap. Igazából maga az iskola arra való, hogy mi megmutatjuk a gazdának azt, hogy hogyan képezze a kutyát, mit gyakoroljon vele. A többi a gazdi múlik otthon,
tehát az otthoni gyakorlásnak van a nagyobb hangsúlya, de magát a módszert azt mi általunk sajátítják el. Nagyon sok olyan dolog van, amit a kutya csak a kutyától tud megtanulni. Teszem azt itt a szőrborzolás, a morgás, a faloknak a különböző jelei. Ezeket ugye mi nem tudjuk megtanítani a kutyáknak, viszont nagyon fontos, hogy a kutya itt megtanul kutyák között kutyaként élni és viselkedni. Tehát megvannak azok a szabályok, amit ösztönszerűleg a kutyák magukkal hoznak, és ezt átadják a többinek. Ugye falka állat, falkában él, szabályokhoz van kötve, és a kutya szereti a szabályokat. És ez nagyon fontos, hogyha ezek a kutyák esetleg kikerülnek utcára, más kutya közösségbe kerülnek, sokkal könnyebb lesz vele a gazdának, tehát nem kell tartani a verekedéstől, nem kell tartani attól, hogy esetleg elszökik és a másik kutyát rágja meg, hanem itt arról van szó, hogy megtanulnak együtt élni, falkává összeérnek, és nem fog másik kutyával problémába keveredni, hiszen nem egyszer volt már olyanunk, aki idősebben, 2-3 évesen hozta a kutyát, és az nagyon-nagyon nehéz, hogy egy kutya úgy nő föl egy udvarba, hogy ő van egyedül, ő a falka vezér, ő a világ teteje, na és amikor bekerül egy idegen falkába, akkor ő ezt megpróbálja rájuk vetíteni. De viszont egy jól szocializált, kiegyensúlyozott idegrendszerű kutya sosem kezdeményez verekedést. És ugye akkor jön az, hogy a gazdának kell belenyúlni, hogy én vagyok a főnök, nem dominálsz le senkit, nem verekszel, és ebbe segítség a többi kutya is, hogy nézd, mi játszhatunk is, nem kell verekedni, mi futkoshatunk is, nem kell itt balhézni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon sok kutyatámadás, akár emberre, akár más állatra, ez megelőzhető lenne azzal, ha már korán, már kölyökként az emberek kutyatársaságba vinnék a kis kutyájukat, hiszen ott megtanulna minden olyan szabályt, ami az életben neki fontos lesz. Mit kell tudni a kutyusról? Őt hercegnek hívják, körülbelül 2-3 éves. A második esélyállt mentőcsoporttól hoztam, Ibolyától. És hát igazából kankutyus, ivartalanítva van, nagyon jó eszű kutyus, és szeretem, imádom. Mi a véleményed a kutyaiskoláról? Hát ez a kutyaiskola, ez megtanít igazából kapcsolatteremtésre, mint ember, mint kutya között, és ugye a kutyák is igazából tanulnak. Nagyon jó. Kutyáktól én csak tanulni tudok. Tehát tanulni a konfliktust, kezelést, bármit. Fontos, hogy kutya és gazdi között legyen összhang? Nagyon fontos, a legfontosabb a jó kapcsolat. És fel kell azt ismernünk, hogy a kutya hiába háziasítottuk, attól az még odabent farkasként gondolkodik, tehát egy ragadozót vettünk magunkhoz, és ebből a szempontból kell nézni a kutyára. Nem gyerekként, nem emberként kell kezelni, hanem már farkasként is. Mit jelent az, hogy farkasként kezeljük? Igazából sok elmélet van arról, hogy a kutya honnan származik. Az elméletek nagyon nagy százaléka a farkast nevezi meg ősének, viszont maga a tenyésztés farkastól elvonatkoztatva már különféle kutyafajták születését eredményezte. Viszont amit nem tudtunk megváltoztatni, az a kutyáknak a gondolatvilága, az ösztöneik, és ezeket a dolgokat mind a farkastól örökölték, és ezeket használjuk ki úgymond kiképzésnél, akár szolgálati vonalon, akár hobbi vonalon. Viszont az együttélésnél is figyelembe kell ezt venni. Társas lény, falkában él, de neki egy ember egy kutya is falka, négy ember hat kutya is falka, a számok nem számítanak, viszont teljesen úgy kell őt kezelni, hogy nem engedjük meg, hogy ő a falka vezér. Tehát erre nagyon sok módszer létezik, és hála Istennek sikertörténetek is vannak az iskolában,
hiszen beszélhetünk itt a bútorok szétrágásáról, a folyamatos ugatásról, bármiről, a húzasétánál, stb. Minden probléma ez ebből gyökeredzik, hogy a kutya a falka vezér, ő akar irányítani, viszont mint vezérnek nagyon nagy a felelősség, ez egy lelki teher a kutyának. Ha ezt mi levesszük róla, sokkal kiegyensúlyozottabb lesz a kutya. Ez körülbelül az, mint egy munkahelyen a vezető és a beosztott. Tehát a beosztott azt mondja, hogy főnök, te ezt aláírtad, ez nem az én felelősségem, sokkal nyugodtabb, mint a főnök. Egy főnöknek ugye mindig a felelősség nyomja a vállát, a kutyáknál ugyanez van. A Játszma országos matematikai versenyen első helyezést ért el Varga Umbrik Eszter a Refiből és Döbröntei Dávid a Tűrből. A csapat harmadik tagja ifjabb Varga Umbrik Károly volt, aki szintén refis diák volt. Mit kell tudni erről a versenyről? Ez a Játszma nevű országos matematika verseny 15 héten keresztül online, és van egy döntőforduló, ahová a legjobb 10 csapatot hívják meg. Hogy készültetek fel erre a versenyre? Erre a versenyre külön nem készültünk, hanem az úgy általában matekoztunk Spisics László tanár úr segítségével, illetve hát ugye ez a verseny 15 online fordulója már egy felkészülés volt magára a döntőre. Milyen feladatok voltak? Főként logikai feladatok, ilyen konstrukció megadása volt szükséges bizonyos feladatoknál, vagy feleletválasztós, tehát gyors megoldás volt szükséges. Tavaly is megnyertétek ezt a versenyt, és milyen tapasztalatokkal mentetek így oda? Könnyebb volt? Hát tavaly hatalmas élmény volt, azt szerintem mindkettőnk nagyon jól mondhatom, hogy ez nagy meglepetés volt, hogy idén is sikerült megnyerni, úgyhogy nagyon izgultunk, de mi a tavaly jó élmény volt, úgy gondoltuk, hogy nagyon izgalmas lesz idén is. Jelentős módosítások történtek a verseny menetében, ugye tavaly 25 online forduló volt, idén már 10-zel kevesebb, illetve magában a struktúrájában és a döntő kivitelezésében is különböző változások voltak. Így például sokkal izgalmasabb volt, mert nem minden fordulóban kiestek csapatok, hanem egymással mérkőzött minden fordulóban egy-egy csapat, és így egy 9 fordulós körmérkőzést játszottunk. Milyen helyezéseket értetek el együtt? Hú, hát nehéz lenne összefoglalni, sok versenyen indultunk közösen, ez a két első hely mindenképp kiemelkedik. Tudnátok mondani olyan emlékezetes történeteket, amik a felkészülés során vagy a verseny során voltak? Hát például az utolsó fordulóban egy nagyon matekos feladat volt, és így azt csak nekünk sikerült megoldani nagyon hamar. A többiek pedig hát nagyon idegesek lettek ettől, mert érezték, hogy rajtuk van a nyomás, hogyha már ilyen hamar megoldottuk, akkor biztos jó lett a miénk, és hogy akkor nekik is jól meg kell oldani. De ez a verseny során több más érdekes helyzet is előfordult. Például egy szudokút kellett az egyik fordulóban megoldani, és hát a második helyzet csapatban voltak ilyen rejtvényfejtő világbajnokok, akik hát úgy oldották a szudokút, hogy olyat még mi nem láttunk, ilyen hárman egyszerre nekiültek és oldották, gyakorlatilag egy perc alatt végeztek vele, úgyhogy nekünk az jóval több időbe tellett. Mióta ismeritek egymást, és szerintetek miért vagytok jó csapat? Hát ismerni, talán így már általános iskola óta is ismerjük egymást, mert ezek a városi matek versenyek kimondottan jó helyek arra, hogy így a matekos emberek megismerjék egymást, úgyhogy már hallottam Dávidról általános iskolába is, aztán mivel a nyelvi előkészítős osztályba jár, egy idő után hirtelen így meglepő módon egy kategória is lettünk, és akkor onnantól kezdve volt ez a rivalizálás, úgymond köztünk már. Igen, és hát van egy időpont, talán 3 vagy 4 évvel ezelőtt, amióta együtt készülünk, tehát egy óránk van Spisics László tanár úrnál. Ez is közrejátszott abban, hogy csapatként is jól tudunk együttműködni. Iskolán kívül is jóba vagytok? Szerintem mindenképp, illetve ez a matekozás, ez hobbi, szóval ezt én mindenképp iskolán kívüli programnak mondanám. Így van, azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy jó barátok vagyunk. Mindketten az érettségi előtt álltok. Van olyan tantárgy, amit féltek? Hát így, az összes. Egyértelmű, hogy a matek, nem. Egyébként reméljük, hogy nem lesz túl nehéz az érettsége. Merre tovább?
én matematikus szeretnék lenni, ezért azt gondolom, hogy az ELTE matematika szakon szeretném folytatni tanulmányaimat. Fizikus pályára szeretnék menni, és most, hogyha minden jól sikerül, illetve az érettségek jól sikerülnek, akkor majd talán Cambridge-ben folytatom a tanulmányaimat. Mik a terveitek nyárra? Hát egyelőre még az érettségit kell túlélni, úgyhogy nagy terveink egyelőre nincsenek. Legalábbis nekem. Hát igen, érettségi, és aztán én most, amit látok, azt, hogy tömény pihenés végre. Azért ez egy nehéz és fontos dolgokkal teli 4 év volt, úgyhogy pihenés most a fő cél. És a végére egy kis kulisszatitok. A játék főnyereménye 500 000 forint volt, de hogy osztható legyen az összeg 3-mal, 501 000 forintot vehetett át a csapat. 43 francia diák töltött el egy hetet Pápán, a pápai refi vendégeként. A chateaubriandi csoport sokat kirándult, és tanórákon is részt vettek, a refisek táncházat is szerveztek nekik. Plus projektben dolgozhatnak együtt most a chateaubriandi és a pápai diákok. Az utazás egyik célja az volt, hogy megbeszéljék, ki hol tart a téma feldolgozásában. Együtt a sokszínűségben, ez a projekt címe, a munka nyelve pedig a francia, és egy francia könyv adta az alapját. Daniel Penáknak az Iskolabánat című könyv a közös, amit feldolgozunk, a iskolai nehézségekkel küzdő diákokról szól, és ők is feldolgozták egy részét, mi is, és ezeket már az internetről ismerhették, és hát akkor most megoszthatják a közös élményeket. Tehát neki könnyebb a helyzetük, mert ők iskolai órákon tudnak dolgozni a regénnyel, mi meg órai munkán kívül, de van érdeklődésre, hála Istennek. A francia diákok családoknál laktak, és a megbeszélések mellett sokat kirándultak is. Sokat kirándultunk, voltunk Budapesten, a Balatonnál, Pozsonyban, és természetesen Pápát is bejártuk. Szerintem gyönyörűek az épületek, jó hangulatú kisváros ez. Az emberek pedig nagyon kedvesek, figyelmesek. A Balaton lenyűgöző volt, olyan, mint egy belső tenger. Elsősorban a táj ragadta meg a figyelmem, de jártunk a Tihanyi apátságban is. Rengeteg fényképet készítettem. A családok, akiknél lakunk, nagyon szimpatikusak. Elsősorban angolul kommunikálunk, de például franciául köszönnek nekünk. Értékeljük a sok figyelmességet, amit kapunk tőlük, mindent megtesznek azért, hogy otthon érezzük magunkat. Csak jó élményeim vannak Magyarországgal kapcsolatban, minden nagyon tetszik. A konyha az eltérő, de tegnap például ízlett a panírozott hús, amiben sonka és sajt volt. Voltunk tanórákon is, például érdekes volt az irodalomóra, mert ugyanazt a verset meghallgattuk magyarul és franciául is. És a táncház is nagyon jó dolog, vidám és vicces. Néhány magyar szót is megtanultunk már. Szia! Köszönöm! Cip! Pucs, vogjuk. Együtt a sokszínűségben, ez a közös projekt címe, és ennek szellemében telt az az egy hét, amit itt töltöttek a francia diákok. Ha biztos tánctudást nem is vittek magukkal, sok jó emléket igen, hisz azt mondták, bármikor szívesen visszatérnek. A Tűr 10G-s csapata nyerte meg a megyei katasztrófavédelmi versenyt. A csapat tagjai Kovács Kristóf, Pintér Máté, Pillér Bence és Virslány Dominik. A pápai tűzoltóságon készültek fel a versenyre. Ez a megyei katasztrófavédelmi verseny volt Veszprém megyében. Hol készültetek fel? Pápán, itt a laktanyába, Németh Péter Fötös Örmester úr segített a felkészülésben, igazából ez a 4. évünk. Csapatot támogatta lelkileg is, meg fizikailag is. Honnan jöttek még csapatok? Pápáról eléggé sok csapat érkezett, a Mezőből, a Petőfiből, a Mümből, akkor volt ugodi csapat, tűrös csapat rajtunk kívül. Milyen feladatok voltak még? Sugárcsövel kellett célba lőni,
akkor mindenféle vegyvédelmi jeleket kellett kockából kirakni, és még homokzsákokból gátat kellett építenünk. Hányadikak lettetek? Elsők lettünk. Igazából eléggé kiélezett volt a verseny. A Petőfi csapatával már 4 éve rivalizálunk, ők is nagyon erősek, mi most eléggé erősek lettünk, hál' Isten. Mit nyertetek? Hát megnyertük Veszprém megyei döntőnek a kupáját, amit meg is tartottunk, és a továbbjutást az országos döntőre. És hogyan tovább ezek után? Hát a következő 2 évben biztos, hogy mi fogunk indulni, mert most ez a csapat elég összekovácsolódott. Biztos, hogy fogunk még gyakorolni, cél megint az országosra való kiutás, ott is az első 3 helybe bejutása. Biztosak vagyunk benne, hogy ebbe az elmúlt két, vagy a következő 2 évben meg lesz. Csapaton múlik. Mit jelent számotokra ez a verseny? Hát én már 3. éve indulok a csapatommal ezen a versenyen. Nagyon fontos, mert a szabadidőnkbe járunk készülni, és végül is már szívünkhez nőtt ez az egész. Hát amint említettem, mondom, ez egy nagyon jó csapat összekovácsolás. Megtanulunk olyan dolgokat, amit szerintem az emberek 90%-a nem tud, és az országban, sőt, lehet, hogy az egész világon. Szerintem, ha nem is azt mondom, hogy be kell rohanni egy tűzbe egy emberért, de bármi kis apró történéssel, ami az utcán történik, és valamire még emlékszünk, az akár ember élet mentésére is szolgálhat. Ez volt az áprilisi kilépő, májusban találkozunk. Sziasztok! A Pegazus Színház minden évben 3 előadással várja bérletes közönségét. Az idei évadot a Kismuk történetével zárták. Wilhelm Hauff német író meséje a távoli keleten játszódik, tanulságos történet egy fiúról, aki fáradhatatlanul keresi a boldogságot, s aki számára a józanész és a tisztesség mindennél fontosabb. A Pegazus Színház ezúttal is látványos díszletekkel tette még élőbbé az előadást. Szép keret történetet írt köré, elé mögé Sarkadi Nagy László, ugye ő dolgozta bábszínpadra fel ezt a történetet, mert úgy kezdődik a mese, hogy kamaszok csúfolják Kismukkot, aki ugye visszavonultan él a világtól. És miután Kismuk elmondja a történetet, akkor egy tulajdonképpen erkölcsi igazság tétellel mondják el a kamaszok azt, hogy ez a Kismuk, ez egy különleges ember, és inkább tiszteletet, becsületet, szeretetet érdemel, mint megvetést. Egyszer régen, réges-régen élt egy apró termetű legényke. Ha kilépett az utcára, mindenki megmosolyogta, mert kicsinke testén akkora fejgömbbe jödött, akár a holdvilág. Apja, anyja nem volt szegény. Kemény szívű rokonai nevelték, akik miután látták, hogy semmi hasznát nem veszik, kikergették a házból. Azt mondták, menjen világra, szerencsét.
Természetesen a gyerekek elé mindig tartalmilag is olyan mesék kell, hogy kerüljenek legalábbis a Pegazus színpadán, ami a szórakozáson túl kellőképpen nevel, úgy gondolom. Tehát a mesén keresztül példát mutat a gyerekeknek a hogyanra. Ez egy nehéz, komoly mese tulajdonképpen. Tehát kicsit próbára is tett bennünket mind a feldolgozásában, mind a játékban, hogy ugyanakkor ez maradjon egy gyerek közeli, játékos, érthető, gyerekekhez eljutó előadás, de annyira mély dolgokat érint ugye az emberségünkben, érzelmekben, viszonyokban, hogy megdolgozunk érte, hogy a gyerekekhez oda jusson. Hát te! Vakarcs! Te meg miféle szerzet vagy? S mit sündöröksz itt fényes házam küszöbén? Kismuk a becsületes nevem. Níciából jöttem, és mivel már napok óta nyelem az ékopot. Gondoltam, beállok hozzád, macskának. Hogy te macskának? Kotorék! Na jó, tudod mit? Mivel megnevettettél, bejöhetsz. És kapsz kását is. Édeset. Kását. Szép a házad, módos, gazdag. Igen, ott az étek. Vegyed egyet, s ne jártasd a szájadat. Köszönöm. A házvi, de ne zavarj. Igen. Köszönöm. Jóságos a házvi asszony. Hát, ilyet sem mondott még nem senki mióta. Világ a világ. De nem tudod, hogy kivel diskurálgatsz? Kocsom, fitty! Tipe-tupa! Vakarcs törpe! Én ahhoz mi vagyok? A hatalmas varázsló! Kismuk maga, ugye Wilhelm Hauff meséje, keletre helyezi magát a történetet, ugye Kismuk igazából, ha helyileg el kell helyezzük, akkor egy törökországi régi helyszínnel bíró mese. Kismuk ugye alapban egy törpe. Őt a világ a külseje miatt nem jól fogadja. A sorsa sem kedves hozzá, apa, anya nélkül nő, kemény szívű rokonok, stb. Tehát mindent elkövet a meseíró, hogy egy ilyen nem túl kellemes környezetbe helyezze el ezt a főhőst, és neki kell elindulnia a világban. Tehát az egyik mondandó, úgy gondolom az, ami a mai világban is mindig, ma is megállja a helyét, az, hogy ugye ne ítélj elsőre, ne ítélj külsőre, illetve a másság elfogadása. Tehát, hogy nem vagyunk egyformák, de attól még nem értéktelen a másik ember, mert nem úgy gondolkodik, vagy nem úgy néz ki éppen, mint én. Aj, kutyus! Varázspapucs! Jól tudod! Micsoda? Ez? Ugyan már nézd! Ez egy régi molyrákta papucs! Aj, te! Ne dühíts, mert megharaplak! Jó, jó. Na, várj csak! Felhúzom, legyen úgy, ahogy akarod. Bűvös papucs, rajta hopp, ott legyek, hol akarok. Jaj, mi ez? Itt ez kutyus, jaj, vissza papucs. Segítség, állítson meg valaki, jaj. Kutyus, segíts már kérlek, a lépem szúr, a talpam ég. Na, akkor már értenék. Bűvös papucs, álljál meg a varázsszóra! Mit mondtam? Bűvös-e? Hát ez bűvös! De sajog a lábam, én még ilyet nem pipáltam. Na, akkor elmondom, hogy válj vele. Ha ezt a papucsot felhúzod, és azt mondod, bűvös papucs, rajta, hopp, ott legyek, hol akarok! Akkor oda visz, ahova gondolom. Hova máshova? Ha már mese, akkor természetesen varázslat is van benne, csodák történnek, hozzájut a repülő papucshoz és a zenélő botocskához, amivel ugye aranyat tud találni. Tehát a sorsa megoldódni látszik, de ez a jótét lélek szolgálni akar.
a szultánt. Ő neki az a minden. És ez a szultán lesz az a mesében, aki visszaél ezzel a hűséges szolgálattal, és elveszi Kismuktól mind a papucsot, mind pedig a botot. Hát ugye ez is a mese egyik főmondandója, hogy ezt így nem szabad, ezt így a világban nem lehet. Visszaélni az igaz szívűséggel, a jó szándékkal büntetlenül a világban nem lehet. És hát aztán a végén ugye Kismuk mellé újra oda szegődik a szerencse, és ugye a csoda fügék segítségével Móresre tanítja a szultáni udvart. Tehát a játékban nekünk, mivel hosszú a történet, egy kicsit bonyolultabb is a meseszövés, mint mondjuk egy átlag gyerekmese esetén, tehát rendesen meg kell dolgozzunk. De ez mondjuk minden előadásnál így van. Tehát míg az óvodás közönség elsősorban még ugye csak a szívével lát, tehát mondjuk egy 4-5 évesnek én nagyon okosan elmagyarázhatok dolgokat, de azt mondja, ha ezt te igazán a szívből mondod, értem, különben nem értem a dolgot, tehát így leegyszerűsítve, bocsánat érte, valahogy így kell. Tehát az óvodás előadások mindig egy picit másképp lendületesek, egy kicsit a mozgásokra, a helyzetkomikumokra, jellemkomikumokra épül, úgy, hogy természetesen mondjuk a mesét, de az iskolások már szájtátva nézik, tehát ők pontosan érzékenyen minden szóról szóra veszik ezt az egész történetet, és az eddigi előadások azt mutatják nekünk nagyon jó érzéssel, hogy eljut az üzenet a közönséghez. E bot segítségével gazdag lehetsz! Mi? Ahol aranyat ástak el, ott kiugrik a kezedből, képek, kopog, táncolni meg zenélni kezd! A többi... Már a te dolgod. Akkor én ezt most kipróbálom. Két hetente jelentkező zeneórában ezúttal a részfúvósok közül a trombitával ismerkedhetnek meg nézőink. A hangszert Lakner Norbert oktatja a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában immár 10 éve. A műsor stábja ezúttal Csatlós Jácinta és Boda Barnabás zeneóráján járt. Mindkét diák 7. osztályos a zeneiskolában, és nagyon szeretik ezt a hangszert. Van is a családban egy hivatásos trombitás, ő Pécsen él, illetve a másik nagybátyám hobbi trombitás, szaxofonos és mindenes volt, így valahogy a trombita kerekedett felül az összes többi hangszeren. Hiába tanultam én az elején ugye, trombitálni 4 évig a furuljelzés után, nem vettek fel a konziba, úgyhogy elmentem egy feltödi középiskolába, amire szívesen gondolok vissza, mert igazából maga az iskola az Eszterházi kastélyban volt, úgyhogy legalább 1000-szer léptem át azt a kaput, de inkább többször, és utána kerültem vissza Győrbe, és akkor igazából győri benszülöttként és lakosként sikerült végezni a Győri Konzib és a Győri Egyetemen végül. Aztán, amikor végeztem 2008-ban, utána átalakították a felsőoktatási rendszert, bejött ez a bolonyai verzió, amit aztán azóta vissza is alakítottak, de 2 év kihagyás után azért ott még egy mástert sikerült abszolválni így a tanítás mellett. Hogyan került pápára? Én elkezdtem dolgozni a másik pápai zeneiskolában. Az úgy volt, hogy egyszer csak bejött a trombitásterembe az egyik felettem járó trombitás, hogy hát lenne itt egy kis munka, de csak olyan jöhet szóba, akinek
aki tud autót szerezni, mert ki kell járni falura. Így kezdtem tanítani Csóton, 2 vagy 3 évig, és akik akkor ott elsősök voltak, azt hiszem tavaly érettségiztek, úgyhogy már régen volt, és a másik iskola égisz alatt kerültem utána az evangélikus iskolába, mint kihelyezett tanszak, és ott találkoztam a Józsival megint, mert hogy a gyermekei akkor oda jártak. És ő szólt, hogy lesz itt egy üresedés. Aztán addig-addig húztam, halasztottam, hogy ja, meg kéne írni az önéletrajzot, be kéne adni, hogy aztán végül Falaki Csaba, az akkori igazgató, telefonált Győrbe a Hontvári tanárnak, az én tanáromnak, akivel 2 vagy 3 év különbséggel végeztek a konziba, tehát elég régi ismerettség, hogy hát tudna-e trombitást, mert itt lenne egy üres pozíció, ennyi, és akkor jelentkeztünk onnan 3-an. Miben rejlik a nehézség ennek a hangszernek? Többi hangszerhez képest talán abban, hogy mondjuk egy zongorát bárki meg tud szólaltatni, ha ráül is megszólal, tehát az emberrel leül, akkor is megszólal. A trombitából jellemzően más hangok jönnek ki elsőre. Egyszerre kell nyilván figyelni, mint minden hangszernél, a kottolvasásra, testtartásra, fúvósoknál a légzésre, és nálunk még arra is, hogy hogy áll a szánk, hogy segítünk arra, hogy magasabb hang szólaljon meg, mélyebb hang szólaljon meg. Nekem ez a hangszer már kiskoromban megtetszett, amikor bátyám otthon gyakorolt, és ez a csengő hang, ez megtetszett nagyon. Hát nekem érdekesebb a történet, mert én, amikor itt volt valahol valamelyik iskolában így lehetett így kipróbálni a hangszereket, akkor én ezt a trombitát nem tudtam megfújni, és hát sokáig más hangszeren gondolkoztam, de nem tudtam dönteni, ezért apukám végül a trombita mellett döntött, és így lettem trombitás. Kamarával jobban szeretek játszani, mert azért, hogyha ki kell állni, akkor egyedül nehezebb. És hogyha többen vagyunk, akkor az egy kicsit így biztonságosabb. De akkor figyelni kell a többiekre is. Igen, hát ez egy kicsit a hátránya, de így legalább fejlődünk, hogyha egymásra figyelünk. De melyiket szereted jobban, a közösen zenélést, vagy a szóló darabokat? Hát nekem semleges, én mindegyiket szeretem, nincs különbség köztük. Milyenek az órák, milyen tanár Norbi bácsi? Hát nagyon jó, én nagyon szeretem, mert nagyon vicces, meg jól tanít, és nagyon jó. Hele az órák. Nagyon jó hangulatba telnek az órák. Sokszor hallgatunk zenét is, meg beszélgettünk a zeneszerzőkről, a trombitaművészekről. Minden pénteken jelentkezik a Pápavárosi Televízió egyik állandó magazinja, a programajánló. Ezen a héten és a következő hét nap a hétvége és a jövő hét helyi rendezvényei közül válogatunk. A mozi ajánlat mellett most kutyakiállításra, majálisra és túrázásra invitáljuk Önöket. Jöjjenek az ajánlatok!
Pápavárosi Televízió programajánlójában ezúttal április 28-ától szombattól május 4-éig péntekig ajánlunk Önöknek helyi rendezvényeket. Az Ettenyésztők Pápai Egyesülete április 28-án szombaton délelőtt és délután cackutya kiállítást szervez. A helyszín a Vasas sporttelep. A kiállítás 7 óra 30-kor nyitja kapuit. A bírálatok 9 órától 13 óra 30-ig és 14 órától 17 óra 30-ig tartanak. A kísérő programok déltől indulnak, lesz agility bemutató, kacsa és birka terelési verseny kutyákkal, valamint hobbi kutya szépségverseny is. Ez utóbbira nevezni a helyszínen is lehet. A programról a www.papadok.hu honlapon kaphatnak még több információt. A rendezvényre várnak minden családost és kutyabarátot. Április 29-én vasárnap újra kirándulni indulnak a JMSK bakancsos természetjárói. Az útvonal Bánd, Essegvár, Majerantal kilátó a Miklóspálhegyen, Tiszafás, Bánd. A csapat 7 óra 40-kor indul az autóbuszpályaudvar 1-es kocsiállásáról. Vissza 14:30 vagy 17 óra után jönnek. A programon szalonnasütésre is lesz lehetőség. A kiránduláson mindenki csak saját felelősségére, gyermek, diák, szülői felügyelettel vehet részt. A Pápai Civil Service Közhasznú Egyesület május 1-én rendezi meg a 11. civil majálisát. A programon interaktív foglalkozások, játszóház és civil szervezetek bemutatkozása szerepel. A színpadon egész nap kulturális csoportok lépnek fel, és ekkor kerül sor az önkéntes díj átadására is. A színes majális május 1-én ideális program a családoknak, baráti társaságoknak. A rendezvény helyszíne az Erzsébet-liget. A Deák Ferenc utcai Petőfi moziban a következő 7 napban is több filmet vetítenek. Látható lesz többek között a Bosszúállók végtelen háború című akciós sci-fi, a Bűbály herceg és a Nagy varázslat című animáció, vagy a Hurrikán Meló című akciófilm. Ez utóbbiból íme egy kis előzetes. Az Andrew Hurrikán letarolta ezt a várost. A halálos iramban és a Tripla X rendezőjétől. És most itt a Temi, hogy megtegye megint ugyanazt. De ezúttal nem fog meghalni senki. Mondják, hogy hepehupás az út. Na most jön az a rész. Tudja, maga szerintem nem százas. Hát, van benne igazság. Maga is egy amolyan hurrikán vadász? Nem, én meteorológus vagyok. Hurrikára vadászni kész öngyilkosság. Ne feledje, hogy az a 600 millió a maga felelőssége. Kiderült, hogy pénzpesztrálásban jó vagyok. Uram, ez egy szövetségi intézmény. Azonnal vissza kell fordulnia. Nem tudja kinyitni. Valaki megváltoztatta a kódot. Hol a nő? Corbin ügynök, adja meg magát! Pakali nap, igaz? Bízik bennem! Mi? Ne tegyen velem soha többé. Meg kéne küzdenünk velük. Nem. Segítenie kell. Hogy haladtok odalent, Bree? Csak azt várom, hogy az összekötőm kiadja az ukázt. Basz! A hurrikánok igazi fenevadak. Mindent elnyelnek, ami az útjukba kerül. És csak halál meg pusztítás marad utánok. Hurrikán!
a Hurrikán meló. Hamarosan bemutatja a Big Bang Media. A Petőfi Filmszínház részletes műsorairól a Petőfi Mozi Pápa Facebook oldalán vagy a nyomtatott mozi műsorból tájékozódhatnak.